Brian-nel felkerekedtünk, neki volt kocsia, hogy elmenni Clairvóhoz a faces hogy stufot lejmolni tőle, nem volt otthon, felcsöngettünk, abban az időben nem lehetett telefonon egyeztetni, nem mindenkinek volt telefonja, nem lehetett csak úgy utolérni az embereket, és hát nem volt otthon. Mérgesek voltunk, és akkor hecből, poénból belenyúltunk a postaládájába, hogy megnézzük, mi van benne, és hát ott volt benne egy lemez, rá, ráírva, hogy Faces, kivettük, megtartott magunknak, aztán a következő demo partin rákérdezett, hogy neki eltűnt valami lemeze a postaládából, is, és, és állítólag gyártak ott emberek nála, azt mondták a szomszédok, és hogy mi voltunk, és az arcába hazudtam, hogy nem, nem, nem tudok erről. De Party 94-nek a teljes demo kompetisinyét gyakorlatilag megtorpedoztuk, és egy napot csúszott minden program, mert, mert vírust írtunk, és beadtuk. Mert eleve az, hogy hogy jutottunk ki egy ilyen Volkswagen Transporter terrorista busszal, ami ilyen farmotoros Volkswagen busszal, 24 és fél óra volt az út, mert 90 ment a busz maximum. Ja, azt hozzáteszem, hogy hét személyes busszal kilencen nyilvánvalóan, ketten mindig egy-egy ilyen szögletes monitoron ültek, és hát nyilvánvalóan a csomagjaink nagy részét azt, azt sör alkotta, mert hogy pénzünk az nem volt, úgyhogy mi otthonról vittünk piát, de nagyon jelentős mennyiséget, és hát teljes természetesen, mint ahogy egy magyar partina a két-három rekesz sörrel megérkeztünk, ugyanígy megérkeztünk ide is, az első ilyen transportnál rögtön mondták, hogy ezt nem lehet, ezt kin kell hagyni. Jó, akkor visszavittük a kocsiba, de hát azért csak íze, izé, és akkor hát mindenféle ruhák közé rejtve becsempésztük az összes piát, és kialakítottuk a magunk is bárját ott az asztal alatt és hát nyilván le is buktunk vele, mert, mert ugye, mit tudom én, ott azért volt ilyen biztonsági szolgálat, meg így nézelődtek, hogy mi van, és hát elkobozták az italunkat, Ett, és ezért nagyon mérgesek lettünk. Hát a egyik srác, most már neveket itt nem említek, mert elég meredek sztori volt, egyik srác, az, aki, aki jé, a, a, legtöbb sör volt, az mondta, hogy rendben van, de szerintem ti ezt meg fogjátok inni. És mondták, hogy nem fogják meginni, jó rendben van, és fogta a sörnyitóját, és két láda sört kinyitott, és mindegyikbe beleköpött. Ezzel kezdte. Tehát, és, és, hát nem tudtuk megemészteni ezt a dolgot, hogy mivelünk így kitoltak, és nem voltunk részegek egyébként, meg nem voltunk, nem, nem hangoskodtunk, meg nem, nem, voltunk, nem viselkedtünk kirívóan, de mi ezt igazságtalannak éreztük, hogy most miért, miért csinálják ezt velünk, és megszületett a bosszú. Leroy Gomez néven beadtunk egy intrót, ami hát nem csinált mást, egy kicsi program volt, megszüntette a gépen a partíciókat. Ennyit csinált, és hát amikor elindították a mi beadott demónkat, akkor egy olyan 10 perc múlva kiírták a kijelzőkön, hogy az összes esemény most <laughs> így Ö, mit tudom én, arév lett téve pár órával. Hát elég nagy, elég, elég nagy botrányt okoztunk, nem, tud, nem derült ki soha, hogy mi voltunk. Most már így, így x év után, közelítően 25 év után ez, ezt talán megbocsátják nekünk, de hát ne vegyék el a magyaroknak azt a pár üveg sörét, mert azt otthonról hozták, nem volt pénzük másikra, tehát. Volt egy érdekes ötletem, hogy hogy lehetne kitűnni a, a színen. Akkoriban volt egy barát, aki úgymond segített, vagy velem volt, amikor programoztam, vagy, vagy akár szöppeltem, vagy bármit, tehát sokat voltunk együtt, és az az ötletem támadt, hogy mi lenne, ha lenne egy női csapat. Mert nem volt egyáltalán, sőt, női nevet sem láttunk a színen. És ő volt Mónika, és Móniknak elneveztük, és azt ellát úgy, csináltam meg, mint hogyha ő csinálta volna ezt a, ezt a csapatot, és ha jól emlékszem, hát ugyanúgy én benne voltam, csak más néven, a Stack G is benne volt, és csak ő is valami más néven, és a másik csapatunkból átnevezgettünk mindenkit, és így csináltuk ezt a női, női csapatot, ami igazából nem volt nő benne, csak egy név volt benne, és ezzel próbáltuk előre tölni. 1997-ben a Departin feltűnt számunkra az, hogy, hogy a külföldiek kevésbé környezet tudatosak és szétdobálják az üvegeket. Magyaroknak mi az, ami ebből lényegi dolgot képvisel? Az, hogy ebből pénzt lehetne csinálni, úgyhogy fogtuk, karácsonyról beszélünk, de partit követően összegyűjtöttük a partiról az üres üvegeket, és visszavittük a, az áruházba. Már a végén, miután már harmadszorra fordultunk, elég mérgesek voltak a, 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 az áruházban. De hát nem tudtak mit tenni. Ők nem olyanok mint nálunk, hogy csak cserére veszik vissza, vagy pedig vásárjunkat, hát, ez van, úgyhogy a végén gyakorlatilag úgy zártuk az egész döpartit, hogy a teljes, akkor busszal mentünk a teljes buszköltséget fedezte, a, a, belépődíjat fedezte, a, amit hazahoztunk, ajándékokat fedezte, és még maradt is egy kis bevétel számunkra volt olyan, hogy valakivel valami összetűzésünk volt, vagy nem tudom már, mi volt pontosan. A lényeg az, hogy tudtuk a címét, és nem tudtuk, hogy nagyon sok kapcsolata van, és mi még kicsik voltunk, ő meg már nagy, és ő mentünk a Pestre megkeresni, és kifosztani a postáját. És, és elmentünk, és ki is nyitottuk, és ami több mint tíz levél volt, benne, és el is hoztuk, és azokat próbáltuk is kontaktolni. Tehát volt ilyen jellegű hogy mondjam, ilyen illegális kontaktépítés, vagy anyagszerzés még a lémer időszakban.